Üdvözlök mindenkit, én Szovikasz, mint láthatjátok a HellSign nevezetű játéknak a videója, vagyis egy random gameplay-es kis videó. No, bevegyünk ide beállításokba, megnézzük, hogy mik a helyzetek, milyen a gombkiosztás, illetve hogy van beállítva a videó, illetve hogyan vannak beállítva a hangok. Hát most jelenleg ugye úgy csináltam, hogy ugye 100%-on van a játék, OBS-en belül csak 30%, én viszont 100%-on vagyok, hát majd meglátjuk, hogy hogyan lesz, miként lesz, lehet, hogy majd fogok még rajta még állítgatni egy-kettőt, de erre a kis random gameplay-es kis videóra bőven elegendő lesz az, hogy igen, hogy ezt is ugye leteszteljem, hogy egyáltalán jó ez így, ez a hangerő, vagy sem. Na, hát én már nagyon-nagyon régóta szemezgetek eme játékkal, még ilyen Early Access időszakában felfigyeltem rá. Annyit tudok róla, hogy egy ilyen szörnyvadász rendőrt alakítunk, akinek az a foglalkozása, hogy éjszaka elmegy bizonyos helyekre, és ott különböző rémségek után kutat, illetve hát levadász őket. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor egy modernkori Riviai Geralt a mi világunkban, csak rendőrként, bár mondjuk az lehet, hogy ki fog derülni, hogy mégse rendőr. Úgyhogy nagyjából ennyit tudok az egészről, ez a random gameplay-es kis 20-30 perces videó alatt szerintem rá fogunk jönni arra, hogy ez mennyire jó játék, vagy sem. Illetve van hozzá magyar felirat is, amit Lost Propetnek köszönjünk meg szépen, úgyhogy talán a kötelező köröket azokat le is futottuk, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy új játékot indítsunk. Detektív, nyomkereső, zsoldos, renegát, betörő, harctéri orvos, régész, ninja, vándor. És ahogy nézem, a szintek is változnak, tehát mindegyik harmadik szintű, csak a vándor az, ami első szintű. Specialitást tud gitározni. Jó, mindegy, nem akarok most itt túlság mindent csinálni, legyen akkor detektív, képzettségek, van egy éleslátás, meg van egy patológia, ott van ugye a hátterünk, aki szeretné, azt olvasgassa el, kapusznis pulóvel, ez carry EM-mérő, ez a bevezető modell észleli az alap elektromágneses mezőket, de nem rendelkezik szűrésképességgel, igen. Van egy pisztolyunk, van hozzá lőszer, UV-lámpa, puskamikrofon, kötszerek. Jó, adjunk meg nevet, hát most így kreatív leszek, úgyhogy Szobi lesz egyelőre. Jó, ez a kép is egyelőre jó lesz, úgyhogy megerősítés, aztán hajrá, nézzük is, hogy mit tud a játék. Ó, felnőtt nyelvi szűrő, kiszűrő az esetleges káromkodás, nem, vasembermód 50%-kal több sebzés szenvedsz el. Nem, ez csak random gameplay, oktatás kihagyása, nem akarom az oktatást kihagyni. Na, akkor nézzük, hogy mi a helyzet. Igen, akkor egérkurzorral, amerre néz a kurzor. Itt vagyunk, jó van. Mindjárt, tehát mozgás, igen, a VASD-vel, jó. Gyere ide, vagy ide gyere, jó, mindjárt. Jó, van itt egy koffer. Ez itt akkor leltár. Keresd meg és beszélj a vadát. Aha, jó, mindjárt. Akkor mindjárt azt megnézzük, csak előtte körbenézek. Hogyan legyen. El lehet azt olvasni? Nem. Hova jövök már nyugi. Mi a helyzet? Hát itt vagy, épp ideje volt, igen. Újonc. Te vagy, akivel beszéltünk? Hát... Ja, hogy így? Ja, kattintani kell. Bocsi. Oké. Hát talán a középső, igen. Ja, itt van izé jobb alsóban, nagyon-nagyon halványan, hogy kattints. Jó, oké. Miután megérkeztem, csak igen, oké, ígéreteket kapunk jobbra-balra, igen. Aha, jó van, oké, ez nagyon vicces volt. Igen, a probléma. Igen, oké, és akkor nekünk mit kéne csinálni? Bármilyen paranormális, aha, jó. Jó. Jó, tehát akkor mindent át kell nézni, igen, mert bárhol lehet bármi. Az F használatával, aha. És nyomva kell tartani? Vagy így? Oké. Lehet, hogy nyomva kell, nem tudom, majd mindjárt megnézzük. Nem, ezek szerint nem kell. Azt most nem tudom, hogy nektek itt ez így le van vágva, vagy nekem is. De nekem itt van a képernyőnek a széle. Ja nem, ez az, hogy itt beszél. Ja. Jó, én azt hittem, hogy amiket fölveszek, azon ide lentre kiírva, de nem. Amúgy mi ez a izé? Vezeték, vagy ez valami kiliszta? Az sincs kizárva. Jó, akkor sehol semmi. Annyi, hogy akkor be kéne menni, csak előtte. Aha, jó. Arra akkor nem, és hogyha így kerülöm meg. Úgy már igen. Nem tudom, hogy van-e itt erre valami titok. De nem kell hosszan nyomva tartani, csak elég, hogy egyszer megnyomom, igen. Nem tudom, az én ide raktam volna be valamit, de hát mindegy. Valami kis extrát, de hát ha nem, akkor nem. Na, akkor nézzük. Elvel lehet az ajtót kinyitni. Jó, hát akkor nézzünk be. Ja, úgy így ennyire azt hittem, hogy lesz itt valami átvezető, de nem. Szerelj fel eszközt. 3, 4, 5. Mi? Mi? Használd az eszközeit és keresés gombját a jelek megkereséséhez. F/0. Az EM-mérő rezegni kezd ott, ahol jelek vannak, de a csápnál nem működik. És az a gond, hogy nem tudom, igen, hogy most így... Igen, itt ilyenkor így igen nem működik, jó. És hát annyira nem jó, de igen, értem. Hát itt van valami, de hát nem. Ugye eléggé megváltozott a hangja. Jó, és mi van a 4-esen? Eszköz 2. Aha, igen, lámpa. Ez a sima lámpa. Ez az UV. Felfelé... Jaj, hogy csontkupa... Ó, igen, igen, és ez használd a mikrofont a különös hangú területeken, a suttogások sikul... Aha, oké. És nem található, oké, értem. De várj, itt valahol volt... Honnan jön a hang? Hát valószínű innen. Vagy lehet, hogy innen. Na várjál, igen, 4. És akkor ezt kéne követni? Egyelőre fura. Megnézzük ezt. Na, itt talán lesz valami. Aha. Oké. Okay. Nagyon fülelek amúgy, igen, hogy most mi a helyzet. Fura itt nekem ez az egész, igen. Nem található, nem található. Jó, hát akkor így nézünk körbe. Van valami, mert itt igen. Nyivákol a történet, itt talán. Aha. Itt semmi nem, úgy tűnik, hogy ma megtaláltam a jelet, oké. Okay. Akkor nézzük be máshova. Hogy ott azt ki lehet nyitni, de valószínűleg nem. Egyelőre túl nagy a csönd. Azt nem tudom, hogy mennyit kell megtalálni. 2-t vagy 3-at? Vajon? Semmi. Megnézzük, hogy így működik-e. Nem. Lehet, hogy itt. Akkor nem. Ugye ezt már átnéztem. Aha. Jó, megvan még egy, oké. Fel a teljesítve, oké. És akkor vigyük vissza akkor. És hogyan lehet ebből kilépni, ebből a módból? Gondolom, akkor így. Na nézzük, igen. Hogy ment? Hát, mégis visszaszereztük, igen. bíz csak rám. Mi ez? Nyisd meg, igen, jével. Ezt tett a fickót. Aha, igen. A bizonyítékot húzzam ide. Jó, mondjuk ezt, igen. Meg mondjuk a kötelet, igen. Húzz egy bizonyíték és egy nyomjelet a felderítési foglalatokba. Elszabadít, szabadítsd el az ellenséges természetfeletti az igazi alakjában is haladni. Aha, igen, jó, biztosan. Megfejtési patológia, igen. Parazitik processzor, Venomus, Vampiric Devourer, igen. Kattints a nyomtikusnak megfelelő főre. Patológia, igen. Fejtsd meg a nyomot, használd a nyilakat a lapozáshoz. Tehát mi ez? Parazitik, Venomus, igen, igen, igen. És akkor így találjam ki, hogy vajon melyik a jó, vagy nem, nem tudom, hogy most itt mit akar. Fejtsd meg a nyomot. Ezt hogy fejtem meg? Ja, megfejtés. A törvényszéki kortan a halál lakának meghatározással foglalkozó tudományos számos... Tehát igen. Na várja. Igen, ez itt van például. Ugye volt egy maszk. Igen. Igen. Jó, hát egyelőre igen. Parazitik. Jó, más nem, akkor igen. Egyelőre az. Megnézzük így. Mi? Biztos, hogy benne, hogy egy Lamia. Legutóbb azt, hogy városi újasznak legyen elég annyi, hogy nem végződött jól. Menj a Eurótóhoz és hagyd el a helyszínt. Ez a legjobb tippem a jelek alapján. Amúgy igen. Nem hangzó túl magabiztosnak, igen. Reméljük, hogy igazad van. Aha. És mennyit kapunk ezért? Oké, jó, hát akkor azt mondták, hogy ennyi. Kész. És akkor befejezzük. Na nézzük. Nem szereztünk semmit. De minden így jel megvan. 13 perc alatt, igen. Teljes értékelés $16, jó van. Menj a bárba és keresd meg. Aha, jó, oké. És kaptunk egy térképet is? Aha. Jó, hát akkor irány a bavár. És itt mindenkivel tudok esetleg így dumálgatni? Aha. Tehát lehet itt kártyázgatni is, igen. Nézzük meg, igen. Minimum 5. Ja, hogy nincs is semmi, ja, hát akkor ez itt fölösleges, oké. Jó, veled mi a helyzet? Ismerlek, nem tudom, találkoztam, remélem, hogy tőled az de nem hinném. Szemnek veszem, kopj le, oké. Te ki vagy? Egyetlen magyarázat a Vendigó, igen. Te bűvész vagy, mert akkor áttekintek, mindenki más eltűnik. Jó, hát ez nem jött be. Oké, ezzel sem lehet semmit csinálni. Csapos, ultos. Hát akkor kizásos alapon te vagy, igen. Ugye csak viccelsz. Hol a pénz, igen. Jó, tehát így mondja el, igen, a rendszer, hogy... Hogy igen, ki kicsoda. Igen, jó. Jó, hát akkor most megyünk oda. Most mit akarsz? Nekem azt mondták, hogy hozzak neked jeleket. Aha. Először is igen, először is nyugodjál le. Hát ez a ban jó gyerek. Mennyit mesélt rólam? Ez így jó, nem? Tehát kicsit se olyan bizalomgerjesztő, de mindegy. Jó van, igen. Jó. Hát elvileg megszereztük, ja. Ezerlábú bejegyzés. Igen. Ó, hogy így meg lehet izé venni a különböző, mi az, lényeknek a tulajdonságait, igen. Mire érzékenyek, gondolom, meg hasonlók. Jó, és akkor azt el tudom adni, mert értéktelenek, ja. Hát akkor azt eladjuk, igen. Ezt is. Ezt is, meg azt is. Oké. Okay. Vedd az irányt a búvóhelyet felé. Ó, még olyan is van. Jó. És ez hol van, ez így kifelé? Ezek szerint igen. Nyomjét, igen, nyomj út. Meg a munkaasztal, aha. Jó. Tehát megnézzük először a jét. Aha, na jó, ez a dolog, amit most jelen pillanatban nem fogok elolvasni. De aki szeretné, az nyugodtan. Szóval igen, itt meg lehet szerezni, úgymond itt. Tehát igen, információkhoz lehet jutni ezek által a dolgok alapján, jó. Mi az U betű? Tök jelen, hogyha ez itt nem lenne, mert most itt kicsit úgy érzem, mintha itt most kitakarna egy-két dolgot. Na nézzük. Nyomozás. Fegyver, túlélés, fordély. Nyomozás. Alapvető szerszámok, igen. Éles látás, igen. Parazológia, igen. Patológia. Helyszínelés. Igen. Kincsvadász. 100%-a megnövelt tességünk, ritkább jelekkel, igen. Audiofil. Összegyűjtött jelekből +1, igen. Erekje specialista. Van itt azért sok minden, igen. Oldalfegyver, igen. Megnöveli a sebzést, pontosságot, az újratöltési időt, igen. Megszünteti az összes újratöltési büntetést. Ja, oké, értem. Tehát gondolom itt úgy van, hogy... Gondolom használhatsz mindenfajta fegyvert, amit csak találsz, de hogyha mit tudom, nincs meg a... Mondjuk a képességet hozzá, akkor viszont ilyen büntiket kapsz miatta, ha? Gondolom én. Hát az életerőt növel, igen. Meg ez is. Meg ez is, meg ez is. Jó, akkor ez igen, az arról szól. Ezek a páncélt növel. Lehetővé teszi speciális optika, védelem, felszerelési használatát. Aha, meg kiegészítő. Jó, nézzük a fortét még. Ó, lehet csapdát tenni, aha. Csalik és gránátok használata, igen, lehetővé teszi a csapdát, igen, tehát itt kéne ez a csapdás rész, igen, a forté. Igen. Gránát, csapda, elektromos, kémia, igen. Lehetővé teszi a kitérő... Ja, gondolom ez az, hogy könnyebben kitérünk az ellenfeleknek a támadásai elől. Ír szerencse, pontosság, meg kritikus találat. Jó, értem, nem. De mondjuk most nincs elegendő pontod az audofilhoz. Igen, miért? Azért, mert... Várj egy pillanatot. De egyetem mennyi van? Jó, hogy nulla? Jó, akkor bocsánat. Jó, tényleg. Oké, okay. És ez a munka? Ez a munka, jó. Menj a bárba és keres munkát. Tárgyak, fegyverezet, jelek. Jelleg semmi nincsen. Tervrajzok. Tervrajz szükséges. Leltár, igen. Igen. Terepkézikönyv, aha. Jó, itt meg ugye utána lehet olvasni ugye mindennek. Korábbi izé dolgok. Aktív dolgok, jelleg nincsen aktív. Elérhető megütés, kapcsolatteremtés. Potenciális megbízás érhető el, érdeklő, hogy további részletekért lehetséges. Aha, jó, oké. Jó lesz ez, jó lesz ez én szerintem. Jó lesz ez. Na még ide nézzünk el. Na, adjál valami munkát. Jó, igen, mire gondolsz? Szívesség, nagyon jó, igen. Rejtvény doboz. Na, nézzük. Noah, igen, Noah-tól rejtvény dobozt. Biztos. Guns and Baits. Na, nézzem. Hé, haver, mit tettek érted? Igen. Az a doboz kéne, igen. Na nézzük, hogy sikerül-e egyáltalán a kamu. Jó, oké, sikerült. Hát egyre felderítő vagyok. Jó, tehát te vagy itt a nagy boltos emberke, aha. Oké, csapdák, segéd, orvosi. Jó, egyelőre nem kell semmi abból, igen. Szögbelövő zsebpisztoly, azért elég jól hangzanak. Jó, van még itt, ó, van itt izé is. Armor, mi az? Páncélzat, ruházat. Tehát van testre, csizma, igen, kiegészítő. Fejre még nem lehet, mert nincsen annyi. Ja, meg van, képzettségkövetelmény is van hozzá, oké, hát hogy nem. Meg vannak szerszámok. Tehát mivel jelenleg nulla pénz van, vagy nem nulla van nálam, hanem valami csekélyke, azért az úgy mondhatni semmi is. Na, megtaláltuk, igen. Ja, hogy, ja, bocsánat. Ezek szerintem automatikusan adta oda. Vagy nem? Mi történt közted? Vagy köztetek, na? Vagy nekem kell így... Na várjál, ezt most nem nagyon értem. És mint hogyha lemaradtam volna valamiről. Valami doboz. Ez nem itt van. Nem. Á, itt van, né. Jó, hát akkor ez kell. Igen, meg is van, és akkor vissza is vihetem. Jó, jó, azt hittem, hogy ugye beszélgetek vele, és ahogy automatikus ide, hogy a rendszer, de ezek szerint nem. Jó. Félreértettem, nem esett le elsőre, igen. Na. 5 tapasztalati pont, meg egy hírnév. Igen. Ja, jó van. Végülis igen, tehát így az a fizetségem, igen, hogy bemutatott engem Noának. Jó van. Nyisd meg a jegyzetfüzetet, igen, K-val. K mint jegyzetfüzet, igen. Vállalj el egy hírnév megbízás, az érhető megbízások a jegyzet, igen. Hírnév megbízás. Akkor így ez ennyi? Érhető megbízásokkal jegyzetfüzetben jelennek meg. De várj egy pillanatot! Érdeklő további részletekkel és lehetségesítemekről beszélj Redback-kel. És az kicsoda? Ez te vagy? Nem, te Kenny vagy. És te? Nem, te Zoé vagy. Ez a pultos, akkor nem. Kerülöd a bajt? Ja, miattam ne aggódj. Akkor te? Á, igen, ő volt a dealer, jó, oké. Igen, miért kérdezed? $350 meg 15 TP, aha. Legyen. Jó, megvannak az új megbízás. Tervezés. És itt van a többi helyszín is, aha, ami elérhetővé vált, csak ugye egyre még nem tudok oda elmenni, gondolom én. Ja, de el tudok. Szerintem igen, csak ugye ez az elsődleges, legalábbis, hogy ezt javasolja itt a rendszer, aha. Hát jó, azt mondom, hogy menjünk vissza a főmenübe, és akkor beszéljük meg, hogy mi merre hány méter, jó? Nos, akkor így közeledvén az éjfélhez, mert így mikor máskor venném fel ezt a felvételt, meg kicsit azért lejjebb halkítom itt a dolgokat, hogy halljam az én is átgondolataimat is. Tehát közeledvén az éjfélhez, akkor így megpróbálom összefoglalni, megpróbálok normálisan beszélni, ami nem lesz egyszerű. Szóval, tehát szerintem ez egy nagyon jó játék. Azt, hogy most nem nagyon kommentáltam semmit, az ugye két dolog miatt is lehet. Az egyik lehet, hogy az, hogy ugye már fáradt is vagyok, de inkább talán a másik az, amiben bízok, hogy azért, mert magával ragadt a történet, és hát ahogy így olvasgattam, mert most nem olvastam fligen semmit, azt most így kicsit érzékeltem, hogy így nem nagyon olvasgattam föl, pedig ugye szokásom mindent elolvasni és hangosan felolvasni. De azt kell mondanom, hogy szerintem ez egy jó játék, tehát én ezt fogom folytatni, most felvételen kívül, végig fogom majd szerintem játszani, és ha látok benne potenciát, akkor szerintem lesz belőle sorozat. De mindenképpen várom az észrevételeiteket komment formában is, hogy nektek hogy tetszik, miként tetszik. Ha tehetitek, akkor szerintem szerezzétek be, mert szerintem egy jó játék, jó kis ilyen paranormális, nyomozgatós történet. És úgy nagyjából ennyi, úgyhogy srácok, lányok, hölgyek, urak, én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Szója voltam, legyetek jók, írjatok sok vizet, vigyázzatok magatokra és egymásra, és majd akkor találkozunk egy másik játék, vagy egy videónak az alkalmával. Na, sziasztok!